A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte immáron 10. alkalommal a Pál István Fesztivált, amelynek a hagyományokhoz szűen a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Színház terme adott otthont. Az országos amatőr színjátszó találkozó célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak, egyesületeknek. Pál István amatőr színház csinálóként indult pályáján a 70-es-80-as évek egyik meghatározó avantgárd színházi rendezője lett. 1980-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki. A róla elnevezett kétnapos országos amatőr színjátszó találkozón az előzsűri döntése alapján ebben az évben 12 csoport mutatkozhatott be. Elég viszontagságos 3 éven vagyunk túl, ugyan tavaly már ugye megrendezésre kerülhetett a fesztivál, de azért még rányomta a bélyegét az előző 2 év. Talán ez az első olyan év a leállások, a próbálási nehézségek után, amikor nyugodt szívvel és lélekkel tudunk itt újra összegyűlni, és mindenki megmutathatja, hogy normál próbakörülmények között mit alkotott az elmúlt évben. Idén a Csoki Falók Társulat, a Fehérvár Waldorf Színjátszókör, a Felhőjárók Mozdulatszínház, a Kodócska 1.0 és 2.0, a Kulisszaalkotó Műhely, a PHVI csoport, a Prospero Színkör, az SK Junior, a Színpadka és a Teleki Diák Színpad bemutatóit tekinthette meg a közönség. A Kodócska 2.0 rendezésében a Mézből faragott leány című darabbal érkezett. A Kodolányi János Gimnázium Kodócska csoportjával most úgy alakult, hogy 2 korosztállyal foglalkozom, 5-től 8-ig, és van egy korosztály, akik 9-es, 10-esekből tevődnek össze. A kicsikkel a Mézből faragott leány című délszláv mesefeldolgozást hoztuk, a nagyokkal pedig Szofoklész Antigóné című tragédiáját dolgoztuk fel. A fesztivál első díját ezúttal a PHVI csoport kapta a Momó című előadásért, második a Csoki Falók Társulat, harmadik a Felhőjárók Mozdulatszínház lett. Reményi Réka, Vizér Dániel és Törsök Márta egyéni külön díjban részesült.